Szenes Andrea műsora. Ismerőseink, politikusok, közéleti személyiségek. Úgy, ahogy máskor nem. Egy kicsit közelebbről. Magyarország beszélget. Szenes Andreával. Dr. Tabajó Csaba, a miniszterelnöki hivatal kisebbségekért felelős politikai államtitkára, a filozófiai tudományok kandidátusa. A Bács-Kiskun megyei Szankról származó politikus kultúratasé volt évekig Moszkvában. A német kormány alatt 89-ben miniszterhelyettes. Az ő vezetésével jött létre a Nemzeti és Etnikai Titkárság. Elbocsájtásáról a Népszabadságból értesült. Akkor tájt pusztán egy szállodaportási állásajánlatot kapott. Aztán egy megüresedés helyén bekerül az MSZP választmányába. Életét a munkájának szenteli, és annak ellenére, hogy tanyai gyerek, retteg a kutyáktól. Hogy alakult ki ez a fóbia? Ez így is van, én egy alföldi tanyán nőttem föl 14 éves koromig, és egyszer váratlanul megharapott egy kutya, két ajtó közül nekem rontott. Ugyanis, hogyha az embert megkergeti a kutya, akkor lelkileg van néhány másodperce fölkészülni rá, hogy akár meg is haraphatja. Így viszont az embernek nem volt arra se ideje, úgyhogy attól fogva nem vagyok túl nagy barátságban a kutyákkal. Pontosabban van egy-egy kutya, amelyikkel nagy és tartós barátságot tudok kötni, de úgy általában nem vagyok egy ilyen nagy kutyákkal barátkozó típus. És milyen volt anyán fölnőni? Gondolom ugyan, hogy az édesanyja pedagógus volt, és ez valamiképpen megkülönböztethette a többi tanyai gyerektől. Abban nem különbözött az életem, hogy ugyanúgy petroleum lámpa mellett olvastunk, hiszen villany akkor még nem volt a tanyán. És hát abban se különbözött az élet, hogy nekem se volt fürdőszobám, mint a többi gyereknek. Abban viszont igen, hogy édesanyám tanítónő volt, édesapám pedig az áfészbe dolgozott. Kezdetben parasztemberként dolgozott, aztán zöldséggyümölcsfővásárló volt. Abban más volt az életem, hogy a tanulásnak, a tudásnak odahaza, a könyveknek nagyon nagy böcsülete volt. Ilyen értelemben azért könnyebb volt a helyzetem, és volt még egy lényeges különbség, hogy eltérően a tanyasi társaimtól, mivel mi a tanyaiskolában laktunk, nekem nem kellett 2-3-4 kilométereket kutyagolnom, akár a nagy latyakba, akár pedig a havas téli napokon. Ilyen értelemben én azért kicsit más volt mégis a helyzetem. De amikor én Kiskunfélegyházára kerültem 14 éves koromban, azért a számomra egy nagyon nagy megrázkodtatás is volt, hiszen oda kerültem be gimnáziumba és kollégiumba, hiszen azért egy ilyen tanyai iskolába legjobb szándék mellett sem tudták azokat a feltételeket nyújtani tanításba, hiszen ezek részben osztott osztályok voltak, ami azt jelenti, hogy volt olyan, amikor a másik osztályjal foglalkozott a tanár, akkor mi pedig tanultuk a leckét, tehát volt közvetlen meg közvetett óra, ennek ez volt a neve, böcsületes neve. Együtt volt az 5., 6. osztály, 7., 8. osztály. Tehát ez egy ilyen iskola, ilyen világ volt, tehát azért számos hátránnyal és számos szorongással léptem át azért a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor gimnázium és kollégium kapuját. És az anyukája foglalkozott külön önnel, szóval tanítgatta nagyobbik fiát? Igen, az mondja a mondás, hogy a Schusternak nincs jó cipője, a pedagógusnak pedig nincs jó gyereke. Erre én kicsit rácáfoltam. Édesanyám velem elsős koromban foglalkozott, amikor az olvasást tanultuk, és egy nevezetes betű, a T betű olvasásakor történt meg az velem, hogy édesapám elmeséléséből emlékezem rá. Valami homályos élményem nekem is van, de igazán édesapám elbeszéléséből tudom, hogy ő a munkából hazajövet, látta, hogy ott ül édesanyám, és ott ülök én. Mind a ketten sírunk, a gyerek szepeg már, mint én, édesanyám is szepeg, sírdogáló, hogy hülye lett a gyerekünk, ugyanis a T és az O betűt nem tudtam összekötni, tehát nem tudtam azt mondani, hogy tó, hanem mindig azt mondtam, hogy tő-ó. Ezt az orvos
ami hál' Istennek kiderült, hogy én állom ez a diszlexia betegség. Néhány hétig tartott csupán, mert azt követően, hogy édesanyám foglalkozott akkor velem a T betű olvasásának megtanításában, azt követően soha nem kellett neki foglalkoznia velem. Olvastam egy interjújában, hogy nagyon egyetért Irving Shaw azon megállapításával, miszerint ember plusz szándék az egyenlő véletlen. Hogyan alakult ez az ön életében a politikusi pályára való kerüléssel kapcsolatosan? Én nem akartam politikus lenni, sőt, tulajdonképpen ma is olyan elég furcsán viselem ezt a politikusi létet, hiszen nekem nem volt egy ilyen jellegű ambícióm, hogy én minden áron politikus szeretnék lenni. Én egy tisztességes, böcsületes szakmát szerettem volna elsajátítani. Meg is tanulta végül is a igen, hát, szükséges dolgokat. Igen, mert a Kiskunfélegyházi gimnázium után a Közgazdasági Egyetemre kerültem. Nagy szerencsém volt, hiszen Övegesné Terjék Éva osztályfőnöknőmnek és Fejes Mária történelemtanárnőmnek köszönhettem, hogy én a közgazdasági pályára lépjek, hiszen szüleim nem szóltak bele abba, hogy én merre, hova menjek, miként folytassam a tanulmányaimat. És hogyan alakult a sorsa tovább? Hogyan került Moszkvába? Ez akkor pályázat útján történt, egy fölvételi keretében fölvettek, és megint csak teljesen véletlen, hogy az az ember, akit kiszemeltek, hogy Moszkvába legyen kulturális területen beosztott diplomata, az az ember nem akart kimenni, ezért én el se töltöttem a külügyminisztériumba egy évet, és 11 hónap után kihelyeztek engem Moszkvába diplomatának. És ha belegondol, nem telt el 10 év, hogy én elindultam a tanyáról, és Moszkvában, kulturális területen, kultúrdiplomáciában el kellett kezdenem dolgozni. Azt elég hiszem, nagy hogy ez ugrás egy nagyon volt. Nagy ugrás, pontosan. Nagy ugrás volt, és az én életemben igazán ennek volt a fölszabadító ereje, mert én egy ilyen túlságosan is kötelességtudó gyerek vagyok. Erre emlékszem, hogy 15 évesen volt valamiféle pedagógus föld, és ott éppen rozsot arattak abban az évben, és ugye a kévéket kellett hordani asztakba, és édesapámnak rám kellett szólnia, hogy én ne futva vigyem, ne szaladva vigyem azt a kévét. Hiszen sajnos egy ilyen természetem van. Én a szakmát legalul kezdtem, segédattaséként kezdtem. Tehát én az életpályám során minden lépcsőfokot, minden grádicsot tulajdonképpen végigmásztam. Én a szamárlétrát végigjártam. De valahogy nagyon gyorsan haladt, hisz épp az imént mondta, hogy 10 év sem telt el, és a tanyáról már is Moszkvában volt kultúratasé. Minek tulajdonítja ezt a véletlennek, a tehetségnek, az akaratnak, a sorsnak, vagy? Ez én azt hiszem, hogy a sok munka mellett a véletlennek és a sorsnak tudható. Ilyen alapon elkerülhettem volna Ulaanbaatarba is, Afrikába is, de kerülhettem volna Párizsba is. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés voltam a tekintetben, hogy a magyar politika szempontjából akkor Moszkva volt a legfontosabb, hiszen egy olyan szövetségi rendszerbe voltunk belekényszerítve, betagozódva, amikor is Moszkvának meghatározó szerepe volt a magyar politikában. Tehát az ott lévő külkapcsolati rendszer az keményen magyar belpolitikát is jelentett. Én ugyan ennek egy sajátos területén voltam a kulturális kapcsolatok terén, viszont megismerhettem olyan személyiségeket, akik máig meghatározzák az életemet. A sorsnak egy nagy adománya, hogy én megismerhettem Radnóti Miklósnét, Radnóti Miklós özvegyét, aki, és ezt nem tudom elérzékenyülés nélkül mondani, hogy amikor én az utcán voltam, 1990-ben, amikor munkanélküli voltam, kaptam Radnóti Miklósnétől egy kis lapot, Fifikétől, Fannitól, amiben a lelki támogatáson kívül, az együttérzésen kívül az anyagi támogatását is felajánlotta. És az ön számára mik voltak ezeknek a moszkvai éveknek a tanulságai? Gondoljon bele, én tanyai gyerekként indultam,
Én színházat is 14 éves koromig néhány előadást láttam mindössze, és nekem nem volt szabad megelégednem azzal, hogy viszem a színésznők bőröngyeit, ahhoz, hogy én ugyamennyire partnere lehessek ezeknek az embereknek, nekem egy Lyubimov, egy Tovstogonov, egy Efros, egy szovjet színművészet tendenciáihoz, előadásainak elemzéseihez is illet értenem. Erre értem, hogy ez volt az én nagy iskolám, és bizonyos értelemben felszabadító is, hiszen az emberben rengeteg szorongás van. Aki tanyáról jön, abba nagy a bizonyítási vágy, és van kisebb rendűségi érzés is. Volt egy eset, amikor Móricz Zsigmond mondta Dajka Margitnak, akiről kevesen tudják, hogy szegény sorsból származott. Ne feledj el, Margit, hogy aki lentről jön, abból sohasem pusztul ki a kisebb rendűségi érzés. Ezt a szorongást az őseink testálták ránk. Na most talán már nincs bennem szorongás, de azért az emberben mindig van egy bizonyos fokú félelemérzet, hogy tud-e bizonyítani, hogy megfelele nem is a külvilág által támasztott normáknak, hanem azoknak a normáknak, amiket ő maga állított, vagy az ő közege. Ez alatt azt értem, hogy azért számomra a legfőbb mérce mégiscsak az, hogy mit mondanak a Szanki kocsmában, vagy Felsőbácskában, szemembe, vagy mögöttem az emberek. Tehát ha nekem 89-ben a legnagyobb kommunistázás idején azt mondja az egyik Szanki fiú, akivel együtt raktuk a zöldséggyümölcs fölvásárló telepen ezeket a gyümölcsös ládákat, ahol édesapám dolgozott, és én meg segítettem neki nyaranta. Ha azt mondta nekem, úgy jól, italosan, hogy te nem kommunista vagy, hanem demokrata vagy, akkor ez azért számomra abban a nehéz időszakban, amikor egyrészt a Grósz Károly engem fölfüggesztett a hivatalomból, a másik oldalon pedig ment az elég erőteljes kommunistázás. Ha ezt ebben a helyzetben így meg tudta ítélni ott egy tényleg nagyon egyszerű, de mégis milyen bölcs parasztember, számomra ez a fontos mérce, ma is ez a fontos mérce. És ez segített önnek ebben a nehéz helyzetben. El is jutottunk tulajdonképpen sorozatunknak az alapvonulatához, ugye ami az, hogy 50 dolog, amit megtehetsz, amikor látszólag nincs mit tenni, azaz mit tehetünk életünk legnehezebb helyzeteiben, és önhöz hasonló, hatékonyan működő közéleti személyiségeket kérdezünk arról, hogy ők hogyan oldották meg életük nehéz helyzeteit, hogy ezzel is példát mutassunk nézőinknek, és utakat kínáljunk a megoldásra. Az ön életében az imént említett Grósz Károly felfüggesztés az egyik legnehezebb helyzet lehetett, ez a 89-90-es időszak. Igen, hát én életemben már kétszer voltam munkanélküli, kétszer voltam úgymond az utcán. Ilyen értelemben én aztán igazán meg tudom érteni, hogy mit jelent az, hogyha az ember elveszíti a munkahelyét. Ez 89-ben történt először, amikor én az akkori MSZMP reformereinek társaságában Pozsga Imre, Német Miklós vezetése mögött valahol ott voltam ebben a reform csapatban. Szűrös Mátyás volt akkor a KB titkár, és az osztály, amikor én erre Moszkva után bekerültem, ott Horn Gyula volt az osztályvezető. Tehát itt mielőtt a Grósz ügyre rátérnénk, azért szeretnék életemnek erről a fontos szakaszáról beszélni, hiszen 83 és 89 között megint csak nagy volt a szerencsém, hogy én bekerülhettem egy olyan csapatba, a Központi Bizottság külügyi osztályára, amely a magyar külpolitika reformját, függetlenedését elindította, és ebben két embernek volt meghatározó szerepe, Horn Gyulának és Szűrös Mátyásnak, de hogy milyen erős csapat lehetett ez, az az elemző konzultáns főosztály, ahova bekerültem, annak a vezetőjét úgy hívják, hogy Kovács László, ma ő a külügyminiszter. De benne volt Ősz István, jelenlegi ljubljanai nagykövet, Tóth János, jelenlegi belgrádi nagykövet, egy nagyon erős, szakmailag rendkívül erős, fölvilágosult csapat volt,
amelyik azon dolgozott, hogy hogyan lehetne az itt lévő 110 ezer szovjet katona jelenléte ellenére minél inkább függetlenné tenni a magyar külpolitikát. És ez a csapat volt az, amely a Kádár korszak bűnös hallgatása után, több évtized után végre érdemben szót emelt 87-88 táján a határokon túlélő magyarokért. Ez volt az a szakasz az életemben, ami után következett ez a nevezetes grúz ügy. Ez már belpolitika volt, bár külpolitikai vonatkozása is van. Én két interjút adtam 1989 júniusában Olaszországban. Az egyik interjú azzal foglalkozott, hogy Magyarországot nem a NATO felől fenyegeti valamiféle veszély. Ha van Magyarország biztonságában kockázati tényező, akkor az a délkeleti szomszéd részéről van. Nevezetesen akkorra már nagyon sok olyan jelzés érkezett, hogy Ceausescu a hatalmát fönntartsa, ennek érdekében a legvadabb eszköztől Magyarország megtámadásától se riad vissza. És erre viszont Magyarország katonailag nem volt fölkészülve. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mint vagy a késbe egészen a Tiszáig mehettek volna a román csapatok, ha nehogy Isten Ceausescu hatalmának megőrzése érdekében megtámadja Magyarországot. Ezt később megerősítették a források. Elég sokat próbáltam, mint a külügyi osztályon dolgozó osztályvezető helyettes, illetőleg alosztályvezető tevékenykedni, hogy fölkészüljön erre Magyarország, de nem figyelt rám a akkori pártvezetés, nem vette ezt komolyan. Így aztán nem maradt más, mint az ön műfaja, a nyilvánosság. És én ezt elmondtam a La Stampa olasz újságnak, illetve volt még egy másik nyilatkozatom, amely szerintem ettől lettek igazán idegesek, az Unitába, hogy jó lenne, hogyha itt a rendpárti vonal, a konzervatívok átadnák a helyüket a reformereknek, szegény Grósz Károly, Isten nyugosztalja, azóta meghalt, adja át a helyét Posga Imrének és Nyers Rezsőnek az MSZMP élén. Ezt követte fegyelmi eljárás, 3 hónapig felfüggesztettek az osztályvezető helyettesi beosztásomból. És hogyan fogadta ezt érzelmileg? Érzelmileg, hát én akkor éppen külföldön voltam, és külföldön az ember szabadságon voltam Görögországban. Elég nehezen, hiszen nem azt hittem, amikor telefonon beszéltem a itthoniakkal, hogy itt valamiféle viccről van szó. Pontosabban nem az, hogy viccről van szó, hanem nehezen tudtam onnan összerakni, hogy mi is történt valójában, utána tájékozódtam, és gondolkodtam azon, hogy azonnal hazajövök, de Posga Imre telefonon próbált nyugtatni, hogy maradjak. És hát túl jó szabadság ebből már természetesen ezt követően nem nagyon lett. Hazajöttem, és hát ez nem Tabagy Csabáról szólt ez a dolog, ez a párton belüli konzervatívok és reformerek közötti erőösszemérésnek volt az egyik fázisa. Eléggé vonthatottan haladt ennek az ügynek a kivizsgálása, hiszen érzékelhető volt akkor már, hogy az élet rég túllépett ezen a konzervatív vonalon, mint ahogy az élet 90 tavaszán túllépett a reformereken, a reformradikálisokon is. Önnek ugye 3 nagy területe van, a kultúrdiplomácia, a külpolitika és a kisebbségi jog. Melyiket tartja ebből a 3 a legfontosabbnak? Hát e tekintetben nem nevezhetném magam monogámnak, mert mind a 3 területet nagyon szeretem. Hiszen kultúrdiplomáciából írtam a kandidátusi értekezésemet. Ha mégis megkérdeznek, akkor talán a külpolitika, hiszen a kisebbségpolitika bizonyos értelemben része a külpolitikának.
Viszont a kisebbségpolitikában meg azt szeretem, hogy sokszor olyan reménytelenül nehéz, hogy szinte ettől szép. Lehet ezzel a kisebbségi kérdéskörrel igazán népszerűnek lenni? Én azt hiszem, hogy ami a kisebbségi kérdést illeti, a magyar állampolgár egy sajátos frusztrált állapotban van. Ha neki az a gondja, hogy miből fizesse be a lakbért, hogyan éljen meg, akkor bizony nem érti, hogy mit foglalkozik itt ez az ember, mit emlegeti ez a tabajdi, a határon túli magyarokat és a hazai kisebbségeket. Tetejében azt látja, hogy ezeknek a vezetői csak kérnek és panaszkodnak, siránkoznak és kritizálnak, de most tisztelet a kivételnek, akkor ez megint visszatetszést kelthet benne. Ugyanakkor, ha belátja, hogyha ő vele nem törődnek eléggé, ha ő maga nem érzékel szolidaritást, pedig arra lenne szüksége, akkor hát, ha fölébred benne az, hogy neki szolidárisnak kellene lennie, a nálánál esetleg még esendőbbek, még elesettebbek a kisebbségiek iránt. Az első kisebbségi napon fogalmaztam ezt meg úgy, hogy a többség-kisebbség viszonya, a másság és azonosság kapcsolata hogy is alakul. Így szól az önmagamtól vett idézet. A más szép, mondja a kisebbségbarát. Csak a más szép, mondja az elfogult kisebbségbarát. Az azonos szép, mondja a patrióta. Csak az azonos szép, mondja az elfogult nacionalista. A sokféleség szép, mondja a demokrata. Erre kívánom én, hogy legyen minél inkább demokrata ez az ország, hiszen 1100 év hagyománya, befogadó képessége, a magyarság sokfélesége tette ezt az országot olyanná, amilyen. A kisebbségpolitikában való bevonódásának volt személyes indítatása? Mindig ezt szokták tőlem az erdélyek is kérdezni, és akkor kicsit dühös vagyok, hogy vannak-e erdélyi rokonaim. És akkor elmondom nekik, hogy nincs semmiféle erdélyi rokonságom, nincs is semmiféle hazai kisebbségi kötődésem. És ezt azért mondom el, hogy ettől nagyobb teljesítmény, ha valaki a kisebbségekkel foglalkozik, hogy nem otthonról hozza a kisebbségek iránti érzékenységet, hanem ezért meg kell küzdenie, ezt föl kell fedeznie, ezt ki kell magában alakítania. Azért bátorkodtam csak föltenni a kérdést, mert végül is a kisebbségnek többfajta megjelenési módja van. Tehát én arra gondoltam, hogy ugye tanyai gyerek bekerült egy városba, aztán bekerült a fővárosba, ne egy Isten, aztán tovább került Moszkvába, tehát lehetett önben némi kisebbségi érzés, és ilyen értelemben gondoltam, hogy kisebbséghez tartozott. Jó a kérdés, hiszen azt hiszem, hogy ez tett engem nyitottá. Két oknál fogva, és egyrészt amiről beszéltem, hogy az embernek föl kellett dolgoznia ezeket a fázis különbségeket. Másrésztről pedig odahaza azért nekem nagyon jó példám volt édesanyám, édesapám személyében, nagyszüleim személyében, akik nagyon odafigyelnek a másik emberre, és nagyapám is rendszeresen kölcsönadott a szanki cigányoknak, akik aztán vagy megadták, vagy nem. És vagy guggolva mentek el az ablaka előtt, vagy ha meglátta, akkor az én nagyapám behívta őket egy pohár borra, nem forszírozva az adósságot. De édesanyámtól is ezt láttam, hogy segíteni kell a szegényt, az elesettet, a gyöngét. Én ezt hoztam a családomból. Ilyen értelemben valamit hoztam, ez az odafigyelés képességét és a szolidaritás elengedhetetlen mi voltát a szegényebbek, a gyengébbek, az elesettek iránt, így a kisebbségek iránt is. És ön saját maga megtapasztalta ezt az élete folyamán? Tehát amikor ön volt gyenge, ön volt elesett, ön volt netán kisebbség, megtapasztalta ezt a szolidaritást? Vagy kereste és nem volt, és épp ezért lépett ön a kisebbségek védelmezője szerepébe?
Bizony 90-ben, amikor én az újságból megtudtam, hogy az Antal kormány nem tart igényt a szolgálataimra, ezt nem merték megmondani a szemembe, csak a Népszabadságból tudtam meg. Bizony akkor úgy érzékeltem, hogy elfogyott körülöttem a levegő, és a két kezemen meg tudnám számolni, hogy ki keresett meg engem abban az időszakban. Ezért is szereltettem be akkor egy üzenetrögzítőt, hogy utólag senki nem mondhassa, hogy keresett, de nem talált otthon. Ilyen értelemben én ugyan talán földolgoztam ezt az időszakot, de nem tudom elfelejteni, és ezért is én nagyon jól tudom, hogy mit jelent az, hogyha az embert magára hagyják egy ilyen helyzetben. És mi segített önnek akkor ebben a nehéz helyzetben? Ebben a nehéz helyzetben segített a családom, segített a testvérem, az öcsém, segített a legszűkebb baráti köröm, benne ilyenek, mint Radnóti Miklósné, Törőcsik Mari, Szoka Imre, másoknak a kiállása, hiszen ez egy nagyon nehéz időszak volt. Gondoljon bele akkor azért, ha nem is voltam én nagyon ismert ebben az országban, a politizáló közvélemény 88-ban a Magyar Nemzetben megjelent kisebbségi cikk és kisebbségi tevékenység nyomán azért ismerte a nevemet, és a Grósz ügy pedig országosan is ismerté tette a nevemet. Tehát lett valami haszna végül is a Grósz ügynek. Igen, lett valami haszna a Grósz ügynek, de ha belegondolok, hogy rá 8 hónapra szinte meg nem kérdezte az Egyszem Havas Henriken és a Ács Zoltánon kívül a médiába, hogy mi van önnel, Tavajdi Csaba, a teljes csönd vett engem körül egészen 92 végéig, 93-ig. Mit csináltam? Megkezdtem angolul tanulni, a lakásba a több ezer könyvet leporoltam, a kifestés összes, mármint a segédmunkási részét, mert sajnos nem értek önmagába hozzá, magamra vállaltam, és megpróbáltam a figyelmemet elvonni arról, hogy tulajdonképpen engem leírtak, leértékeltek, és amit én amiről én azt hittem, hogy valamit mégiscsak én fölépítettem 38 évesen, azt a rendszerváltás, azt a történelem egyszerre, mintha letörölte volna. Természetesen azért néhány év múlva azért kiderült, hogy nem törölt le mindent, hiszen Erdélyben, határokon túl nagyon sokan emlékeztek a 85-90 közötti tevékenységemre. De hát ilyen a politika világa, kegyetlen a politika, ennél már csak a színészet a kegyetlenebb. Ha nem vagy jelen, ha nem vagy ott a pillanatban, akkor nagyon hamar a feledés fogja követni a tevékenységedet. Kegyetlen világ a politika, azt mondja. Kegyetlen világ, nem szeretem a politika világát, őszintén szólva. Ahhoz képest sikerült eddig életének túlnyomó részét benne töltenie. Számomra a nagy probléma az, hogy a politikában nagyon sok a felelőtlenség, és nagyon sok a becsapás. És én tulajdonképpen, hogyha mérleget kell, hogy vonjak, akkor azt mondom, hogy ami miatt érdemes volt, hogy néhány téren az ember nyomot hagyott. Nyomot hagyott a magyar-szovjet kultúrás kapcsolatokban, a magyar külpolitika függetlenné válásába, a határon túli magyarokkal kapcsolatos politika rendszerváltásába, vagy a kisebbségpolitika egészének rendszerváltását, mondjuk a kisebbségi törvény kidolgozásán át, tulajdonképpen én indíthattam el. Úgyhogy ha most én nyugdíjba vonulhatnék 46 évesen, akkor is van néhány olyan terület, amit le lehet tagadni, hogy ezt a Tabajdi csinálta, de valahol, ha egyszer majd megírják, akkor nem lehet letagadni. Olvastam az édesanyjának egyik nyilatkozatát, amelyben azt mondja, hogy nagyon aggódik önért, mert hogy csak a hivatásával foglalkozik és elhanyagolja saját magát. És megemlíti még, hogy amikor egyszerű beteg lett, akkor maga mégis félbeszakította minden tevékenységét, és minden nap meglátogatta, ami ugye hát nagyon jól esett neki, de hogy akkor rájött arra, hogy önnek ez az élete, hogy a hivatása az élete.
Én azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az ember azért odafigyeljen a szüleire, a családjára. Most a magyar-szerb határ mellett vagyok képviselő, ami azt jelenti, hogy útba esik szank. Ez Bács-megye déli része, Jánoshalma, Bácsalmás. Ennek egy óriási előnye is, hogy szinte minden egyes alkalommal, amikor megyek a választókörzetembe, akkor megállok a szüleimnél, ha csak egy órára is. Először is édesanyám főz valami jó krumplis tésztát, vagy gombócleves. Tudja, mi az a gombócleves? Ez olyan krumpli gombócból van, egy zöldséglevesbe teszik be. Az egyik kedvenc levesem, sok ilyen kedvenc ételem van, meg különben én mindent megeszek, mert olyan nem volt, hogy engem ilyen értelemben elkényeztessenek. Akkor megnézem édesanyámat, édesapámat, ők nyugdíjasok. És sokszor ez az egy-másfél óra, ez rengeteg feszültséget fölold bennem, mert egészen más értékrendbe helyezi az életet édesapám humora, hiszen mi politikusok sokszor nagyon fontosnak tartjuk azt, amit csinálunk, holott ennek egy része fontos igazán, a másik része fölösleges sallang, fölösleges feszültség, fölösleges dulakodás. Ugye azt mondtam az édesanyja története kapcsán, hogy ön nagyon munkacentrikus, mondhatnám munkamániás, hivatástudattal rendelkező ember, hogy valóban így van? Dolgozik? Ez valóban így van. Lényegében a munka tölti ki az életemet. Ez mindig így volt, vagy így alakult? Ez mindig így volt. Ez mindig így volt kicsikorom óta. Hát ezért is meséltem el önnek ezt a kévés történetet, hiszen ez szinte bele volt kódolva az életembe. Nagyapám volt még talán ilyen. Az öccse, ugye Tabajdi Zsolt, nem ismerem őt személyesen, de olvastam az ön választási írásai között egy nagyon humoros, szinte Rejtő Jenői nyilatkozatát, ahogy ajánlja az ő testvérkéjét a választópolgároknak. Ebből arra gondoltam, hogy ő is édesapjához hasonlóan jó humorérzékkel és sok mosollyal megáldott ember. Önről viszont az a benyomásom, már most éppen mosolyog közben ezeket mondom, hogy nem nagyon sokat szokott mosolyogni, inkább komolyan és mély átéléssel szeret beszélni. Most visszakérdezek, hogy vajon lehet-e azt egy mosolygó képpel bejelenteni, hogy megint bezártak egy iskolát valamelyik határon túli magyar vidéken. Vajon ezeket a jogfosztásokat el lehet-e mondani mosolygó arccal? Nem hiszem, hogy lehet. Ezzel együtt én azt hiszem, hogy tényleg így van. A családomban édesapámat és öcsémet áldotta meg a sors és a jóisten egy nagy nyugalommal és humorérzékkel. Irigylem is őket ezért. Azért ez nem olyan jelentő, hogy nekem ne lenne humorérzékem. Én egy szűk családi körben tudom a magam ironikus képességeit kamatoztatni. Ez valahogy a politikába nem nagyon jön át. Pedig nagyon irigylem azokat a politikus társaimat, akik élni tudnak ezzel az eszközzel, mert a irónia, a humor a politikában az egyik legnagyobb fegyver. Nem az amerikai politikai iskolán nevelődtem föl, ahol ugye tanítják, nem csak a politikában, a közéletben is, hogy mosolyogni kell. Igen, ebben azt hiszem, hogy nagyon mások vagyunk, mint Amerika. Ugye például Bill Clinton, hát nem véletlen, hogy ő a becenevét használja, mint hivatalos politikai név is. Tehát tulajdonképpen meglepődnénk, hogyha a mi miniszterelnökünk mondjuk Orgyuszi néven futna akár, de hogy Clinton a legtragikusabb híreknek is a végén valahogy mosolyogni szokott. Én azt hiszem, hogyha nem is mosolyog egy politikus, de mindenképpen biztonságérzetet kell adni az embereknek. Ezt a biztonságérzetet meg lehet adni amerikai módra is, hogy a végén mosolyog, de meg lehet adni oly módon is, hogy az adott kormány, az adott kormányzati politikus, miniszter a helyén van, és a nehézséggel, feladattal szembeszáll, tehát az emberek ne veszítsék el biztonságérzetüket. Ezt én nagyon fontosnak tartom, különösen a jelenlegi Magyarország esetében. A hit, a vallás milyen szerepet játszik az életében?
Én 14 éves koromig buzgó, gyakorló katolikus voltam, édesanyámhoz hasonlóan. Senki nem tiltotta ezt meg nekem a gimnáziumi évek során. Valahogy úgy alakult az életem, hogy nem akadt olyan katolikus pap, aki egy kamasz gyerek kérdéseire igazán választ tudott volna adni. Ma azt mondanám, hogy egy szekularizált ember vagyok. Azt nem mondom, hogy hitetlen vagyok, mert nagyon sok mindenben hiszek a humánumba, és hiszek számos olyan értékben, amelyet éppen ez alatt az első 14 évenben tapasztaltam meg. Nehéz azt most eldöntenem, hogy én most hol állok a hit és a nem hit dolgában. Mindenképpen azt hiszem, hogy ha tételes vallásban nem is hiszek, de vannak olyan szellemi értékek, amelyek létezésében mindenképpen hiszek. Például? Olyan értékek, mint a szeretet, a szolidaritás, a gyengébbek gyámolítása, és hogy nem csak pusztán anyagból vagyunk mi, nem csak pusztán anyagi értékek vannak ebben a világban, hanem vannak olyan szellemi eszmei értékek, mint ahogy mondja az írás is, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Én azt hiszem, hogy a mai társadalom, a magyar társadalomnak az egyik legfőbb baja az, hogy ebben a, miután a fejlett szocializmust nem építettük föl, most építjük a fejletlen vadkapitalizmust, hogy ebben a helyzetben olyan mértékig hiányzik a szolidaritás az emberekből. Hiszen olyan mértékig mindenki csak a saját maga boldogulásával van elfoglalva, amiből az is fakad, hogy nem csak hogy közönösek, hanem ugyanakkor óriási hiányérzetük is van, hogy nincs, aki segítsen nekik nehéz helyzetükben. Ettől is van ez a magyar társadalom ennyire elbizonytalanodva, hiszen hadd mondjak egy példát, ha mi állandóan ahhoz mérjük magunkat, hogy úgy élünk-e, mint Amerika, akkor mi állandóan boldogtalanok leszünk. Én emlékszem, visszaemlékszem a gyerekkoromra, mi nem voltunk se szegény, se gazdag emberek. Tanyán éltünk, ennivalónk volt, hát ruházat az már nem volt különösebb, hiszen mi lehetett az 50-es, 60-as években Magyarországon tanyán. De nem is jártunk rongyokba. És mégis a családunkban volt egy olyan légkör, és nem csak ott a faluban is, amire én azt mondhatnám, hogy a tisztes szegénység légkörében bizonyos anyagi javaknak a meglétét pótolták, bizonyos meglévő szellemi értékek, ilyen például a szeretet, amiben például én fölnőttem. Ezt én nagyon fontos értéknek tartom. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ma Magyarországon, akik hajléktalanok, munkanélküliek, nem tudják befizetni a gázszámlát, hogy akkor ezeknek a problémáit bármiféle spirituális szellemi érték majd pótolni fogja. Hiszen van az emberi anyagi jólétnek egy olyan minimális foka, ami alatt nem nagyon jöhetnek pótlékként, kárpótlásként, kompenzálásként szóba szellemi, spirituális értékek. De hogy a világ csak a haszonelvűségre épüljön, ezt nem tudom elfogadni sem emberként, sem képviselőként, sem politikusként, sem pedig baloldali emberként. A baloldaliság ...nak köszönheti tulajdonképpen azt a pályafutást, amit sikerült elérnie, hogy 10 éven belül tanyáról ugye Moszkvában lett kultúratasé. Azt gondolja, hogy ez más rendszerekben is lehetséges? Hogy egy tanyai fiú ma nekivág az életnek. Sikerülhet ez neki? Én ebbe kételkedem. Nem mint, hogyha ez egy olyan könnyű pálya lett volna. Emögött iszonyú sok munka van. Hiszen gondoljon bele, hogy nekem olyanokkal kellett versenyeznem, akik ott hazulról hoztak 2-3 nyelvnek az ismeretét. Nekem mindent magamnak kellett megtanulnom nyelvben, tehát én nem töltettem el se éveket, se fél éveket, se hónapokat nyelvterületen. Úgy hiszem, hogy ma egy hasonló sorban lévő tanyai gyereknek az esélye szinte minimális. Minimális azért, mert oly mértékben megnőttek az iskoláztatás költségei, hogy persze tovább tud ő tanulni,
csak nem biztos, hogy a közgazdasági egyetem diplomáciai szakán tudja ő ezt megtenni, tehát a nem igazán élvonalban lévő szakmákba ő bejuthat még, de attól félek, hogy az igazán élvonalban lévő szakmákba nem fog bejutni, mert hogy versenyezzen azzal a gyerekkel, aki óvodába jár, ő meg nem jár óvodába, méghozzá angol nyelvű óvodába jár, majd olyan iskolába jön, tehát ezek a hátrányok, ezek egyre inkább összegződnek, kumulálódnak, ezért is tartom én a magyar társadalma egyik legnagyobb problémájának, a társadalmi esélyegyenlőségnek egy ilyen fokú bedugulását. Olvastam egy nyilatkozatát, amiben kérdezték öntől, hogy mi az, amit még el szeretné érni, és ott azt válaszolta, hogy szeretne egy könyvet írni az életéről és az eddigi tapasztalatairól, és azt szeretné, hogyha erre igény lenne, tehát lennének emberek, akiket ez érdekel. Mi lenne ennek a könyvnek a fő tanulsága? Én az életemről nem hiszem, hogy az én életem az olyan jelentős és fontos lenne, de amit én külpolitikáról, illetve kisebbségpolitikáról talán összeszedtem, ha azt én rendezhetném egyszer könyvbe, lenne annyi időm, hogy én ezt megtegyem, lehet, hogy 98 után lesz, bár inkább ne legyen, akkor én azt hiszem, hogy ez az én egyik nagy hiányérzetem, hogy én ezt nem tettem meg. Ha összefoglalom, szeretnék kérdezni, hogy az politikus mit csinál. A politikusban iszonyú szeretet vágy van, mert ez a napi siker, ez olyan, mint a színpad. Ez jön a taps és elmegy. A politikus élete is ilyen. A nagy dilemma az, hogy hagy-e nyomot maga után. Hát, ember, nagyon erős ez a vágy, mert másodszor térünk vissza, hogy igen, nyomot ez hagyjon a, maga ez a, után. Igen, erre visszatérünk. Tudják, ez hogy a bizony, ki Tabajdi Csaba. Nem az a lényeges, hanem az a lényeges, hogy elindult az alföldi tanyáról egy fiú az 50-es években, és hogy az bizonyos területeken nyomot hagyott, és versenyképes volt azokkal, akiknek kevésbé szerencsés volt a sorsa, mert nem kellett ennyit megküzdeni az érvényesülésért. Én voltam a szerencsésebb, mert nekem többet kellett küzdenem. Azonos kérdésekről különbözően. A műsor legérdekesebb részleteiről a Népszavában olvashat és a Danubius Rádióban hallhat.